Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Fidesz párbeszéd alakúkkal. Figyelmeztetés, megváltozott útviszonyokra számítsanak az útrakelők. Ferenci Múzeum, mozgó világkonferencia. Beszélgetésre invitálta a választókat a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje Négyesi Katalin január 11-én az Offline Centerbe. Az eseményen a helyi Fidesz-KDNP, valamint a többi képviselőjelölt is jelen volt. Megismerhették egy beszélgetés keretében a 7-es számú szentendrei választókerületben élők a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjét, Négyesi Katalint január 11-én az Offline Centerben. A képviselőjelölt ismertette az esten terveit, programját és meghallgatta az eseményre látogatók kérdéseit, felvetéseit. Először is, akik még nem ismernek esetleg, tehát egy rövid bemutatkozás után, akkor megemlítem képviselőjelölti programom három alappillérét, mely a városvezetéssel való jó kapcsolat, a Szentendre járhatósága, tehát ugye az utak állapotának, annak javítása, a vízelvezetés és a közintézmények megközelíthetősége, így az óvodák, az Egres úti óvoda, a Vasvári úti óvoda teljes felújítása, a gyermekorvosi rendelő szintén teljes felújítása, és az ehhez csatlakozó járdák és a gyalogos közlekedés megoldása. És még az nagyon fontos, azt szeretném elmondani, hogy hogyan tudom a szentendrei polgárokkal tartani, ha megválasztanak képviselőként a kapcsolatot, és hát ez nagyon, számomra nagyon fontos, és járva a körzetemet, ez szinte alap feladatnak tűnik. Nagyon sokakkal beszélgettem, és azért örömeiket is elmondják, de azért nagyon sok gondjuk is van. Itt nyilván személyes gondok, és akár a körzettel, vagy akár a várossal kapcsolatos gondjuk, hát ezeket próbálom megorvosolni. Hogyha pozitívan alakul az ön szemszögéből a választás, akkor a későbbiekben is lesz-e majd a maihoz hasonló beszélgetés? Mindenféleképpen, tehát ugye havonta a fogadóra mindenféleképpen a rendelkezésre áll a lakosságnak, ugyanúgy ugye működik az ügyfélszolgálat, ahol ugye bejelenthetik a bármi gondjuk, bajuk felmerül a körzettel vagy a várossal kapcsolatban. Természetesen a lakossági fórumot is megtartom, sőt, ha jó idők lesznek, akkor utcafórumot tervezek. És hát bármikor, tehát telefonon, e-mailen, a Facebookon, bármikor, bárki bármilyen gondjával utol tud érni, és akkor ezt próbálom orvosolni. Gondolom, hogy olyan kérdésekkel, hogy én ezt Gordonka művészként hogyan tudom ezt a képviselői feladatot ellátni, gondolom ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, és nyilván az, hogy ismerem a körzet problémáit, hogyan tartom az emberekkel majd a kapcsolatot, tehát nyilván ilyen értelemben kapok majd kérdéseket. Nagy-nagy örömöt jelentett számomra az, hogy amikor jártam az utcákat, vagy kis üzleteket, vagy ahogy becsöngettünk az emberekhez, annyira jó volt megismerni új embereket, és találkozni ismerősökkel, akikről esetleg nem tudtam, hogy ott laknak a körzetben. Nagyon nagy élmény volt, és köszönöm szépen. És gondolom, hogy ez is egy fontos szempont, hogy ön szentendrei. Igen, igen, és ezáltal még jobban megismerem Szentendrét, bár ugye nem lakom a közvetben, de hát nagyon, nagyon örülök ennek, és hát Szentendréért dolgozom. A képviselő jelölt nem ismeretlen a szentendreieknek. Munkája során volt alkalma megismerkedni, kapcsolatot kialakítani a városban élőkkel, akiknek problémáival a kampány során is több helyről értesült. A beszélgetésen jelen volt a város polgármestere, aki tájékoztatta a jelenlévőket a 11-es út zöld hullámával kapcsolatos előrelépésekről. A 11-es úton megvalósuló dinamikus forgalomirányítás segítő rendszerről, népszerűbb nevén a zöld hullámról fogunk bejelentést tenni. Egy több éves előkészítő tárgyalás, lobby tevékenység eredményeképpen a Magyar Közút megvalósította azt a 28 millió forint értékű beruházást, amelynek keretében lecserélték a csomópontokban a vezérlőberendezéseket, és ezeknek programozását úgy állították be, hogy a forgalmat optimálisan irányítsa vezérelje. Ennek lényege, hogy
hogy reggel délelőtti órákban a Budapest felé menő forgalom számára van az előny, vagy az a forgalom élvez előny, délutáni órákban pedig az észak felé, Visegrád felé irányuló forgalom, ugye a hazafele jövő forgalom az, amelyik előnyt kap, és úgy vannak beprogramozva a csomópontok, hogy érzékeli a forgalmat, detektorok segítségével érzékeli azt, hogy hol mennyi jármű kíván áthaladni, keresztirányokat is figyelembe véve, és ezekre, vagy ezek összességét értékelve egy optimális haladást tudunk kialakítani a 11-es úton. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 6 évben 2010 és 16 között 60%-kal nőtt meg a 11-es útnak a forgalma, ez rendkívül időszerű volt ez a fejlesztés, és nagyon-nagyon fontos volt azért, hogy dinamikusabban lehessen haladni, ugye ezáltal csökken a környezetterhelésnek is a mennyisége, és hát a haladás is dinamikusabbá válik. Néhány héttel ezelőttől kezdve alakult ki ez az új, vagy állították be ezt az új programot, úgyhogy most is, hogyha már valaki halad a 11-es úton, akkor ezt érzékelheti. Az elmondottakat természetesen figyelembe véve, tehát ne arra számítson, hogy elindul Leányfalun, és budapesti határig nem kell megállnia egyetlen lámpánál se, de az adott körülményeket, a forgalmat figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül fog tudni mégis áthaladni Szentendre belterületén. A hetes számú választókerület lakosait érintő másik fontos kérdésre az átjátszó torony felállításával kapcsolatban is elhangzott ígéret a beszélgetésen. Kifejezetten körzeti ügy, ez a GSM antennának a kérdésköre. Sokszor találkoztunk ezzel a problematikával. Ugye volt egy olyan időpont, amikor vállaltam azt, hogy személyesen fogom ezt az ügyet képviselni, és szeretnék eloszlatni minden félreértést, alapvetően ezt az ügyet én intézem, én vállaltam azt, hogy képviselem a lakóknak az érdekeit, és ezek a tárgyalások, ezek nagyon jól előre haladtak, ugyan még nincsen meg a pont az ín, de nagyon úgy néz ki, hogy rendben lesz a dolog, tehát nem fog a körzetbe kerülni GSM antenna, ugyanakkor megmarad a lefedettség, tehát a szolgáltatás minőséggel nem lesz gond, de a gondozási központba nem kell, hogy GSM antennát telepítsen a szolgáltató. Ezt bárki ebbe a tárgyalás sorozatban most be akarna kapcsolódni, csak rontani tud az ügyen, tehát ez gyakorlatilag célegyenesben van, és ez rendben lesz, ezt tudom ígérni. A lakosok is kérdezhettek a képviselőjelölttől. A lehetséges megoldások kereséséről folytatott párbeszéd nem volt zökkenőmentes. A végleges válaszokat január 15-e után a választást követően kapják majd meg a körzetben élők az általuk választott képviselőtől. Pest megye egyes részein megváltozott útviszonyok miatt lassúbb közlekedésre lehet számítani. A Pest megyei katasztrófa védelem munkatársai felhívják az úton közlekedők figyelmét, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest megyei igazgatósága 25 kombinált géppel végzi az utak tisztítását. A gyorsforgalmú utak nedvesek, a fő és mellékutak változva sónedvesek, néhol havasak, latyakosak. A megváltozott útviszonyok miatt lassulás várható a közlekedésben, illetve esetenként forgalomkorlátozásra lehet számítani. Az útrakelők elindulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási viszonyokról a www.met.hu oldalon. Szentendrén és a környéken is számos baleset történt a közelmúltban a csúszós jeges úton. Közlekedjünk balesetmentesen! Egésznapos konferenciát tartottak január 12-én a Ferenci Múzeumi Centrumban a szöveg és kép viszonyának újszerűségéről Mozgóvilág címmel. Számos neves festőművész, művészettörténész, író, irodalmár tartott előadást a jelenlévőknek. A Mozgóvilág folyóirat mára gyakran csak az elmúlt rendszer és az elmúlt évszázad óvatosan szemlézett szellemi jelensége, kultúrtörténeti értékelések lábjegyzete, de a mai 60-asok, 70-esek fiatalon formálódó gondolkodásának forrásvidéke is. Nevét egy 1965-ös I.S. Gyula vers címéből örökölte.
A Fiatal Nemzedék kijelölt orgánumaként induló lap egyre irritálóbbá vált a külön alkukra berendezkedett acéli kultúrpolitika számára. Ilyen lapra nincs papírunk, mondta ki a végső ítéletet 1983-ban Kádár János, és a Mozgóvilág főszerkesztőjét felfüggesztették. Az elmozdításra, a teljes szerkesztőség lemondással, a lap olvasói aláírásgyűjtő akcióval, a szerzők bojkottal válaszoltak. A Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum Barcsai termében 2016. november 17-én nyílt kiállítás, mely a régi Mozgóvilágot mutatja be. Ehhez kapcsolódik a január 12-én rendezett konferencia. Különleges az apropó, ami a konferencia témája, egy irodalmi kiállítás. Magyarországon viszonylag kevés helyen rendeznek irodalmi kiállítást. Ez egy olyan múzeum, ahol időnként vannak ilyenek, hiszen van irodalmi gyűjteménye a múzeumnak, és van irodalmi osztálya. Ez egy olyan kiállítás, ami a 80-as évek talán legizgalmasabb irodalmi fejleményéhez, a Mozgóvilághoz kapcsolódik, illetve a betiltott Mozgóvilághoz, mert ezt a rendkívül izgalmas folyiratot 1983-ban politikai okokból betiltották. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan van egy konferencia nézőpontosítás címmel, ami egyébként egy konferencia sorozat első állomása, lesznek egyéb kiállításokhoz kapcsolódóan további konferenciák is. Ez egy olyan történet, ami sok mindenkinek fontos, mármint a Mozgóvilág betiltása, az utótörténete, azok közül, akik ebben részt vettek, azoknak is, akik nem voltak aktív résztvevők, én is ilyen vagyok, aki messzebbről figyelte ezt, de igazából nincs jól feldolgozva, nem születtek erről monográfiák, tanulmánykötetek, úgyhogy ebből a szempontból is nagy jelentősége van a kiállításnak. És hogy van egy konferencia, ahol pro és kontra elhangozhatnak azok a vélemények, amik a kiállításon nem feltétlenül tudnak megjelenni. Ez egy sorozat, konferencia sorozat, különböző típusú kiállításokhoz kapcsolódóan rendezünk nézőpontosítás címmel olyan konferenciákat, ahol alternatív álláspontokat is szeretnénk bemutatni, úgyhogy szerintem ez egy emblematikus kezdés, és nagyon jó kezdés, hogy ez a Mozgóvilág kiállításhoz kapcsolódik. Nagyon örülünk, hogy itt van a szerkesztőségnek néhány tagja, itt van Reményi József Tamás, aki főszerkesztő volt, itt van Margócs István, a megnyitó Szabados Árpád, tartja, aki a képzőművészeti rovatát szerkesztette a Mozgóvilágnak. Itt van Keserű Katalin, aki hát ugye akadémikus, egy nagyon fontos része a magyar művészettörténész szakmának, és ekkor is egy kiemelkedő művészettörténész volt, akinek sok köze volt hozzá. Szóval tényleg legendás emberek, művészek és kutatók vannak a konferencián jelen, aminek nagyon örülünk. A Barcsai teremben látható tárlat egyfajta tablóként szemlézi a folyóiratban bemutatott jelentős kezdeményezéseket, a képzőművészet, a zene, a film, az irodalom és a szociológia területéről. A Mozgó újító vizuálisan is erős tartalmát a lapban reprodukált műtárgyak, fotók bemutatásával, a rovatok sokszínűségét a publikált írások, szerzők megidézésével érzékelteti a tárlat. A kiállítás anyaga az úgynevezett régi Mozgóvilágot próbálja bemutatni, amelynek a 75-től 83-as időszakát láthatják. A kiállításból ki fog derülni, hogy 83-ban megszült ez a régi Mozgóvilág, ugyanis a lapnak a főszerkesztőjét, Kulin Ferencet fölmentette az akkori kulturális vezetés, és a szerkesztőség úgy érezte, hogy fel kell állnia, és mindenki elhagyta, a takarítónőtől kezdve a titkárnőkig mindenki a szerkesztőséget, és közölték, hogy ők nem szerkesztik tovább ebben a helyzetben a lapot, és így ez az úgynevezett régi Mozgóvilág megszűnt. Ugyan ezzel a névvel, Mozgóvilággal tovább folytatódott a lap, az acéli kultúrpolitikának szüksége volt erre a látszólagos folytonosságra, de az akkori szerzők is és a szerkesztőség tagja is bojkottálták ezt az új Mozgóvilágot. Tehát a régi Mozgóvilágról van szó. A lap 71-ben indult igazában, akkor még almanakként, és 75-től számítható folyóiratnak, akkor két havi lapként indult, és ezt a 75-től 83-ig tartó korszakot mutatjuk be. Természetesen vannak kéziratok a tárlókban is, de hogyha valaki végigmegy a kiállításon, akkor láthatja, hogy egy kicsit próbáltuk
látványosabb, frissebb módon megjeleníteni azt az időszakot és azokat a szövegeket, azokat az írásokat, amik a laphoz tartoznak. Tehát látható egy mondjuk így idővonal, egy grafikus idővonal, egy kicsit képregényisített idővonal, ahol szerepelnek idézetek, és természetesen olyan szövegek is, amik nem jelenhettek meg. Mindenképpen szeretném felhívni két számra a figyelmet, a 81/3-as és az 1983/12-es számra, amiket betiltottak, és ennek a két számnak a nyomdai levonatából sikerült reprodukálni az anyagát, és mind a kettő olvasható, látható, lapozható faksimile kiadásban, a kiállításban. Természetesen a jelentések is, amit a besúgók, ügynökök továbbítottak a mozgóvilágos eseményekről, szerkesztőségi ülésekről, azok is láthatók a kiállításon. Ezek sem jelentek meg akkoriban, de ma már Németh Györgynek köszönhetően, aki megírta a mozgóvilág monográfiáját, ezt lehet olvasni, kutatni, és az is szerepel a kiállításban. A folyóirat rendkívüli népszerűsége a korabeli mozgóvilág klubok, estek, országjáró bemutatkozások alkalmával személyesen is érzékelhetővé vált. A mozgóvilág története rendkívül izgalmas válogatásban, és Szilágyi Zsófiaikat nem irigylem, mert rendkívül szerte ágazó anyagból kellett egy viszonylag kis térben egy jól áttekinthető bemutatót tartani. Ugyanis tudni kell, hogy a mozgóvilág annak idején nem egyszerűen egy lap volt, hanem több nemzedék, többféle szellemi, művészi mozgalmának, akaratának, elképzelésének egyfajta gyűjtőhelye. Tehát itt szociográfia éppen úgy volt, mint szépirodalom, képzőművészet éppen úgy szerepelt, mint történettudomány, filozófia. Tehát tulajdonképpen több nemzedék összetorlódott itt, és egy hihetetlen erős, sugárzó valami lett belőle, ami a 70-es, 80-as évek magyar kulturális életében hát mindig nagy hatással volt. Ugye a 81/3-as szám a márciusi nem jelenhetett meg, aztán a végkifejlet során ugye a 83/12-es, amelyik Bibó Istvánnak egy addig közölhetetlen és akkor is közölhetetlen tanulmányát tartalmazta volna. Tulajdonképpen a lapnak a története, főleg 79-től, amikor áttért egyhavi lappá, 79-től 83-ig folyamatos botrányok, betiltások, raportok a legkülönbözőbb szinten, és ugye ne felejtsük el, hogy abban az időszakban rendkívül sok főnöke volt az embernek. Ugye ez állami lap volt, mindig megkaptuk a képünkbe, hogy mi tulajdonképpen eláruljuk a mi megbizatásunkat, mert hát uram, bocsánat, mi az olvasókra és a szerzőkre figyeltünk, nem pedig a lapgazdákra. Lapgazda pedig volt épp elég miniszterelnöki hivatal, tájékoztatási hivatal, minisztérium, SZOT, béketanács, mindenki fölöttünk, és mindenki megpróbált valamilyen felügyeletet gyakorolni, noha kimondva az volt, hogy cenzúra nincs. Viszont a főszerkesztők 95%-a megbízható ember lévén, na jó, 85. Igazából nem is szorult cenzurális beavatkozása, nagyjából lehetett tudni, hogy mit, mikor, hogyan. Ez egy sakjáték volt, és ebben a sakjátszmában Acél nagy tapasztalatokkal bírt. Ő ahhoz szokott hozzá, hogy a legnagyobb magyar bölényekkel ő le tud ülni egy fehér asztalhoz. 56 óta ezt művelte. Németh Lászlóval, Kodály Zoltánnal, Illyés Gyulával és másokkal. Most véletlenül se akarom azt mondani, hogy a fiatalabb nemzedék az valamit jobban, vagy erősebben, vagy bátrabban csinált, és ezeknél az emberekhez nem is mérhetem magam, vagy magunkat. De elteltek az évek, és azt kellett Acélnak tapasztalnia, hogy velünk már nem lehet fehér asztalhoz ülni. Nincs mivel igazából megfogni bennünket. Mi mentünk tudatosan a fal felé, és megtapasztaltuk, ki akartuk próbálni, mert tulajdonképpen ez a fal meddig, hol is van, meddig lehet elmenni. És nem akartunk mindenféle paktumok, kompromisszumok árán elmocskolódni. Ugyanis ennek a sakjátszmának az a borzasztó tulajdonsága, ha elkezdesz ebben-abban engedni, na most akkor jó, ezt az embert kirúgjuk, de helyette ezt meg ezt közöljük. Nem. Éveken át hiába volt a nyomás, sem én, sem Kulin Feri, sem Veres Miklós főszerkesztők ebből az erős gárdából nem rúgtak ki senkit. Kihagyni csak akkor hagytunk ki valamit, hogyha valami egészen rettenetes módon nagy tabut sértett, Szovjetunió, szolidaritás, ugye Lengyelország, stb. És ment egy folyamatos frontharc, hogy így mondjam. De ne felejtsük el, és ez a legfontosabb szerintem, és ezért is ajánlom
a látogatóknak a kiállítás túl azon, hogy egy korképet kapnak. Tehát nagyon sok mindent meg lehet tudni a 70-es, 80-as évek Magyarországáról, ezt állíthatom. Nagyon, nagyon érdekes, beleértve például a 3x3-as ügynökök jelentéseit, egy kukucskáló ablakon ugye meg lehet nézni. Ez is a történet része. De nem csak erről van szó, hanem itt megdöbbenve fognak látni olyan neveket, amelyeknek a viselői akkor fiatalok voltak, kezdők voltak, semmit se számítottak. Itt van Rubik Ernő kockája. Rubik Ernőért is letolást kaptunk, mert micsoda marhaságokkal töltjük meg mi a lapot. Megjegyzem, az egy interaktív szobor volt eredetileg, érdemes eljönni, megnézni. Tehát, hogy ott elindult egy csomó olyan pálya, Eszterházié és sokan másoké, akik azóta a magyar kultúra büszkeségei, nem is a büszkeség szót használom, sokkal fontosabb, hogy a magyar szellemi élet és kultúra alapemberei, alapművek szerzői. És jól esik arra gondolni, és ennyi benne csak a nosztalgia, nem több, hogy ennél a bölcsőnél ott bábáskodhattunk. A közönséggel való találkozások dokumentálható nyomait, a ritkán készült fotókat és az eseményeket akkurátusan követő láthatatlan ügynöki jelentéseket egymás mellé rendezve mutatja be a kiállítás. A neveket, adatokat, évszámokat felsorakoztató kronológia pedig óriási kollásként idézi meg a régi mozgóvilág történetét. A tárlat 2017. február 5-éig tekinthető meg a Ferenci Múzeumi Centrum Barcsai termében. Ma ünnepi 87. születésnapját Balogh László számos díjjal, elismeréssel kitüntetett szentendrei festőművész, grafikus, akinek ezúton is jó egészséget, boldog születésnapot kívánunk. A Szentendre maadását lettek, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Fókuszban című műsorunk következik, Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu oldalon, ahol friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérhetnek. De csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!